Hogy sikerült ilyen hamar megtalálnunk Milost. Hát igazából már a Falco mérkőzés után az eredménytelenség az azért előre vetítette, hogy talomba kell tennünk más lehetőségeket is. Maximális bizalom volt a részemről Raúl iránt, de nekem, mint cégvezetőnek nem engedhetem meg magamnak azt, hogy hirtelen meg kell lépni döntéseket. Ezért már akkor előkészítettem olyan szinten, hogy egy-két menedzsertől megkértem be ajánlatokat. Úgyhogy itt voltak a gépemen ezek a pályázatok az edzőkről, ehol megírtuk, hogy mit szeretnénk. Aztán jött a Körmend mérkőzés, ahol ismét sikertelenség volt, és akkor látszódott az, hogy váltani kell. Nekem nagyon jó érzéssel töltött el az, hogy több mint 2000 ember volt a nézőtéren, akik együtt éltek a csapattal, és kijöttek, és szurkolnak, és támogatnak minket. Igen, szükség van az ő segítségükre, de érzem ennek a felelősségét is, hogy nekem az a feladatom, vagy nekünk az a feladatunk, hogy őket szórakoztassuk. Ők azért vesznek jegyet, hogy itt jól érezzék magukat, és egy jó érzéssel menjenek haza. Ezek a szólamok eljutottak hozzám, és ennek kívánok továbbra is megfelelni. De ez nem egy emberen múlik, azt azért hozzá kell tennem. Leváltottuk az edzőt, a fiúkkal is beszélgettünk, és el kellett mondani, hogy mindenkinek oda kell tenni. Mindenki nézze magával, mit tett meg magáért, a csapatért és a győzelemért. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek azért változni fognak. Mit vállalt Milos? Milos kihívásnak érezte a mi csapatunkat, hisz azért egy többszörös bajnok csapatról van szó, kupagyőztes csapatról van szó. Ő neki, amikor itt volt 10 évvel ezelőtt a próbajátékon, már akkor is jó érzései voltak itt az ET-vel kapcsolatosan, és most valahogy fordult a kocka, akkor egészségügyi problémái miatt nem igazolta le a klub, de szívesen jött vissza, és azért az élet mit hozott, hogy ő most egy másik, nem játékosként, hanem edzőként került ide vissza. És hát amit vállalt, hogy megpróbálni a csapatból a legjobbat kihozni, átszervezni, aminek örülünk, hogy lát potenciált továbbra is a fiúkba, és fejlődési lehetőséget. Köszönöm szépen!